Sziasztok, Kömken vagyok. 2021 és 2022-ben nagy sikert aratott az otthonfelújítási támogatás, ahol viszonylag kevés megkötés mellett 3 millió forintot adott az állam vissza, ha az az ingatlan korszerűsítésére lett elköltve, és a számlákkal lett igazolva. 2024 februárjában jött a hír, hogy idén is lesz otthonfelújítási támogatás, amit már egyébként tavaly is rebesgettek, sőt, 3 millió helyett 5 milliós összegről szóltak a kósza hírek, ami aztán természetesen tolódott, illetve váratott magára. Az építőipar jelenleg eléggé a békasegge alatt van, panaszkodnak a kivitelezők, a tüzépek, hogy nincsen megrendelés, nem látják, hogy miből lesz a második fél évben munka és fizetés az embereknek. Ebbe a környezetbe dobta be a kormány az otthonfelújítási támogatást, mondván, hogy majd a második fél évtől várhatók a részletek kidolgozás alatt. Ennek következtében aztán az emberek kivárják, halasztják a felújítást és korszerűsítést, tehát ott várva a sült galambot. Nem beszél arról, hogy az eladó ingatlanok árán ez megint lökött egyet, hiszen az eladók egy része már most rárakta ezt az összeget a meghirdetett vételára. Mi az igazság? Az államkassa kong az ürességtől, EU-s pénzek nem jönnek, teljesen esélytelen bármiféle visszatérítendő támogatásra várni. Nagyon maximum támogatott hitel tudnék elképzelni, aféle ilyen zöld hitelként, amit az épület energetikai korszerűsítéséhez fognak kötni. De mivel, hogy ez hitel, a banki feltételeknek értelemszerűen meg kell felelni, tehát hitelképesség, fedezet és egyebek kell lenni fognak, ami mindjárt drasztikusan lecsökkenti a kedvezményezetti kört. Ez természetesen a magánvéleményem, de nagyon meg lennék lepve, ha bármilyen visszatérítendő támogatást kihoznának idére, de én még a 2025-ben sem bízok.